Sziasztok! Tegnap este megérkeztünk ide Szardíniára, Algaro városába, és ugye előszóként azt tök érdekes megjegyezni, hogy ez egy elég nagy sziget, mivel ez a Földközi-tenger második legnagyobb szigete, és ugye itt a hivatalos nyelv az olasz, azért mert ugye ez Olaszországhoz tartozik, Olaszország különleges autonómiával rendelkező régiója. Úgyhogy most csak gyertek, fedezzük fel együtt az óvárost! Na és akkor muszáj néhány szót ejtenünk Szardínia gazdag történelméről, ugyanis már 150 ezer évvel ezelőtt is lakott sziget volt, 70 ezer évvel ezelőtt is lehetett már mindenféle őskori leletet. Ezt követően Krisztus előtt 1500 környékén már itt volt a nurági civilizáció is, majd ezt követően az évszázadok során rengeteg nagy birodalom váltotta itt egymást. Voltak itt a föniciaiak, a kartágóiak, a bizánciak, az arabok, a spanyolok, majd jöttek a Habsburgok, a franciák és végül az olaszok. Az 1861-es olasz egység óta ugye Szardínia az Olaszország része. Na és hát mögöttem láthatjátok az algarói városfalat, amelyet a 11. században kezdtek el építeni. A genovai Doria család támogatásával, majd 1354-ben a folyamatos katalán támadások miatt a megerősítésére volt szükség, és ezt követően a 16. században már 7 tornya is volt a városfalnak, azonban mára sajnos már csak 2 torony maradt meg a városfal északi részén, mert itt láthatok mögöttem, ott van az egyik, és hát nem, talán pont nem látszik, de mögötte van a másik torony is. Így a városfal tövébe gondoltam ejtsünk néhány szót Algaro történelméről is. Algarót az 1702-ben alapította az előbb említett genovai Doria család, majd ezt követően 1353-ban az aragóniak, tehát a spanyolok, azok egy hosszú ostromot követően elfoglalták a várost, és az itt élő olaszokat kitelepítették a Balár-sziget csoportra, és spanyolokat telepítettek be helyükre. És innentől kezdve gyakorlatilag nagyon erős spanyol behatás érte a várost, ami egyrészt megtalálható mind a mai napig az építészetükben, főleg itt az óvárosban ugye, és másrészt pedig egy különleges nyelvjárás is megmaradt mind a mai napig itt a környéken. Gyakorlatilag a legtöbb helyen spanyolul ki vannak írva az utcatáblák is, szóval tényleg egy erős behatást érte, egy spanyol behatást érte a várost. Gyertek, menjünk tovább! Egy lovaskocsin ülünk, ugyanis 6 euróért fejenként van lehetőség erre is, ahogy körbevisznek az óvárosba. Mögöttem láthatjátok a Torre del Portát, azaz az egykori városfal erődítménynek az egyetlen ma is megmaradt városkapuját. Azt érdemes róla tudni, hogy a 15. században építették, és egészen a 19. század végéig használták a város főbejárataként. Egyébként maga az építmény az 23 méter magas, és ma egy múzeumnak ad otthont. És mögöttem láthatjátok az algarói katedrálist, amely 1503 és 1986 között volt a püspöki székely, de az építkezés csak 1576-ban kezdődött el, és 1730-ra fejeződött csupán be. Eredetileg ez gótikus, katalán gótikus stílusban épült, 8-szögletű alaprajza még most is fellelhető pár helyen. Gyertek, menjünk be! És mögöttem láthatjátok a Szent Ferenc templomot, amelyről azt tartják, hogy ez egyik legszebb gótikus templom.
Eredetileg a 14. században építették, katalán gótikus stílusban. Tudjátok, ez már azt jelenti, hogy a spanyol megszállás követően épült ez a templom. Azonban sajnos módon 1593-ban az épület az összedőlt. Ezt követően, az újépítését követően pedig faforogványokkal díszítették az épületet. A templomhoz tartozik egyébként egy nagyon hangulatos kolostor is, aminek 22 oszlopa minden napig megtekinthető. Gyertek, fedezzük fel együtt! Most pedig lehetőségünk van felmenni a templom harangtornyához, ami 20 méter magas, és onnan nagyon szép a kilátás, az ára pedig 6 euróba került, és kaptunk ilyen kis sisakot, amire vigyázni is kell, mert az ember beveri a fejét. Egy közeli tengerparthoz, egy strandhoz, a Bahia de Contéhez. Igazából a busszal jöttünk és azt kitettünk itt a semmi közepén. Erre pár száz méterre is ott vagyunk. Ez egy gyönyörű erdő szélén lévő strand, ami egy nemzeti park is egybe. Erre nagyon szép átlátszó, tiszta a tengerpart, ahol lehet snookerezni is, illetve a vízben lehet akár tengercsillagot is látni. Na és meg is jöttünk ide Bahia de Conte tengerparthoz. Ezt Szerdán keresztül tudtunk bejutni. Ugye az a része az ott meg a szállodái, de a megfordulók erre már nem. Eljönni. Gyönyörű, átlátszó a víz. Na és a kis strandoltuk magunkat itt a Bahia de Conte tengerpartnál. Tényleg lenyűgöző élővilága volt a víz alatt, szóval tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom. És aki busszal vállalkozna nekinek a kalandnak, annak mindenképp azt tudom javasolni, hogy a 9320-as, a 9321-es busszal jöjjön, ugyanis ez tesz le itt körülbelül 100 méterre ez a gyönyörű luxus négycsillagos szálloda előtt. És itt a szálloda kertén keresztül tudjátok megközelíteni a tengerpartot. Eljöttünk egy hajó kirándulni a közeli Neptune cseppkő barlanghoz. A hajóút az 16 euróba kerül fejenként, és amit érdemes tudni erről a Neptune cseppkő barlangról az az, hogy csak a 19. században fedezték fel, és sokáig a haditengerészet ellenőrzés alá tartozott. Manapság viszont nagyon kedvelt turistalátványosságnak számít itt Szardinián. Egyébként maga itt a hajóút az fél órás lesz, és elég látni fogunk sok szép öblöt is, illetve a híres sziklafalat is látni fogjuk. Na, ki is kötöttünk itt a cseppkő barlangnál. Hát még 14 eurót kellett fizetni a belépért, hogy megnézzük. Így a hajó túra után megéheztünk, így most betértünk egyet vacsorázni egy közeli
étteremben, és gondoltam, nem tudom nektek is, hogy ilyen árakkal lehet számolni, ha valaki beszette ülni egyet vacsorázni itt Szardinián. Na nézzük az étlapot, itt láthatok mindenféle rántott tengeri gyümölcsöt sült krumplival, itt van hal sült krumplival, van itt ilyen hal gombóc sült krumplival, halfasírt, van itt különböző grill húsok 16 euróért, a rántott hús sült krumplival 15 euró, van itt omlet, az is 15 euró, tehát 15 eurónál nagyon többen sem is a kerül. Van itt különböző tészták, 12 eurótól kezdve. Itt van például a lazánya, az is 12 euró. Szóval nagyjából ilyen árakkal lehet számolni. Eljöttem egyet fagyizni, és gondoltam el, megmutatom nektek, hogy mekkora adagokat adnak. Szóval ez két gombóc, hatalmas szerintem. És a két gombócra fizettem 2,5 eurót, az azt jelenti, hogy egy gombóc kevesebb, mint 2 euróba kerül. Szerintem nagyon megéri. Eljöttünk egyet fürdeni a közeli Bombardi tengerparthoz. Ez körülbelül 8-9 kilométerre van Algerótól, és hát eddig ez a legszebb tengerpart, tényleg nagyon szép átlátszó, és puha fehér homokos a tengerpartja. Egyébként 7,5 euróért tudok bérelni napágyat és hozzá napernyőt is, úgyhogy szerintem az eléggé jutányos ár érte. Látjátok, milyen gyönyörű kristálytiszta a víz? Lehet látni a tenger alját is. Na és hát ennyit innen a Bombardi tengerpartról. Most meg nézzük meg, milyen élelmiszerárak vannak. Volt ez a Conad üzletlánc, és hát meglepő tényleg, hogy mennyivel olcsóbb sok esetben itt az élelmiszer, mint Magyarországon. Itt vannak mindenféle ilyen kifőzdési ételek is, amiket lehet választani. Meg hát óriási sajt, sonka választék van. És hát amin egészen megdöbbentem, hogy itt vannak a pizzák, és konkrétan 1 kiló pizza az 10 euró. Tehát konkrétan ilyen 2-3 euróból degeszre eheted magad. Tehát ilyen 800 ezer forintból kb. Szóval tényleg nem drága az élelmiszer. Meg is jöttünk ide Renan de Ponentére. Ez az északi partvonalon van Szardiniának, ez gyakorlatilag a Smaragd partvonalnak hívják, és akkor ezzel a Fiat 500XS-sel tettük meg az utat. Tennap kibéreltük, 110 euró volt egy napra, nagyon kényelmes autó, igazából tényleg jól fogyaszt is, de van benne erő is, és hát elég is tízszerű ezzel a Fiattal itt bejárni a környéket. Szóval gyertek, menjünk együtt a tengerparthoz. Na és elég egy földnyelvnél vagyunk. Itt van az egyik tengerparti szakasz, és nem látszik, de arra van a másik tengerparti szakasz. Itt van hozzá a térkép is. Itt lehet ilyen földnyelvszerűen. Itt vagyunk most mi a piros pontnál. Itt van az egyik oldalt a tenger, itt a másik oldalt. Reméljük a valóságban is hasonlóan szép lesz, mint itt a fényképen. Na és hát meg is jöttünk ide a René di Ponente tengerparthoz. Tényleg nagyon szép kristálytiszta átlátszó víz. Nem véletlenül hívják ezt a részt a Smaragd partnak itt Szardinián. Egyébként Santa Teresa városa mellett vagyunk. Santa Teresából indulként a Comp Corsicára is. És mondjuk megyünk még át egy másik tengerparthoz is, ami a Santa Teresai városi strand.
itt vagyunk a Spiaggia Rena Bianca strandon, ami talán a leghíresebb strand itt Szardinián. Ez Santa Teresa városi strandja, azonban képzeljétek el, regisztrálni kell, és nem úgy van ám az, hogy előtte való nap regisztrálsz és bejössz, konkrétan 4 napra előre be van telve az összes hely a strandolóknak, akik oda lemehetnek, szóval érdemes nyaralás előtt, ha ide terveztek eljönni, már regisztrálni, online lehet csak regisztrálni, és hát érdemes jóval napokkal előbb beregisztrálni a honlapjukon. Szóval sajnos oda nem tudunk lemenni, egyébként nem csak az irítség beszél rólam, de nagyon szép a víz tényleg, meg tényleg ott van a híres bástya, de ilyen szintű tengerpartot találtok máshol is, ahol például most legutóbb voltunk a város túlsó végén lévő strandon, az is volt ilyen szinten a szépsége, ha nem szebb. Szóval ez tényleg inkább kicsit ilyen státusz szimbólum, hogy idekor ez felkapta az internet, és akkor ide mindenki eljön, és ezért a regisztrációhoz kötötték. Elvileg rózsaszín színűnek kéne lenni a partjának, attól híres, mert ha sokkal korál, de majd mindjárt mutatom közelebbről is nektek, de én semmilyen korált, vagy bármilyen rózsaszín színűséget nem látom a parton. Igazából ennyi lett volna az egész szardiniai körutazás. Most mi megyünk át Korzikára, ami majd a hónapi következő vlogadásban fogtok látni. Sziasztok!